A világ népessége 2000-ig az előrejelzések szerint 6,2 milliárdra növekszik. A növekedés 90%-a a legszegényebb országokban megy végbe. Az elkövetkező évek legfontosabb feladata a világ élelmiszertermelésének mennyiségi és minőségi növelése, és a termelés, valamint fogyasztás területi összhangjának megteremtése. A világ legtöbb országában számtalan kutatóintézet és szervezet foglalkozik a kérdés megoldását szolgáló technológiák és technikák fejlesztésével. A világ élelmiszergazdaságának fejlődéséről, a kutatás és fejlesztés eredményeiről évente több mint 200 000 publikáció jelenik meg több száz nyelven. Ez az óriási mennyiségű információ a technika jelenlegi fejlődése ellenére ma még legtöbb esetben rendezetlenül, megkésve és csak esetenként jut el a hazai kutatóintézetekbe, a termelőüzemekbe és a szakoktatási intézményekbe. Az információ rendezetlen áramlása káoszt és bizonytalanságot szül. Szükség van egy olyan szervezetre, amely a megszervezhető információkat az igényeknek megfelelően feltárja, feldolgozza és továbbítja a felhasználóknak. Az Agroinformban működő Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár állománya 410 000 kötet. Az évi gyarapodás körülbelül 17 000 kötet, a folyóiratok száma 3100. A könyvtár olvasószolgálata a dokumentumok helyben olvasására olvasóteremmel és a dokumentumok kölcsönzésével áll az érdeklődők rendelkezésére. Több mint 100 ország 1000 intézményével folytat kiadványcserét. A könyvtár szervezi a külföldi és a hazai könyvtárak információs együttműködését is. A könyvtár állományának gyarapodását akár munkahelyéről vagy otthonából nyomon követheti az agrárirodalmi szemle és még számos kiadványunk használatával. Egy-egy témakörről, például biotechnológia, agrofizika, rendszeresen megjelenő kiadványaink adnak tájékoztatást. Kutatás, fejlesztés, oktatás. Az ön naprakész tájékozottságát az Agit szolgálat biztosítja, amelyen keresztül a világ 4 különböző pontján működő számítógépes adatbank mintegy 90 millió információjából válogathat másodpercek alatt a közvetlen párbeszédes üzemben működő terminál kapcsolatútján. Többek között a világ legnagyobb, mintegy 200 adatbázist üzemeltető információszolgálata, a Dialog is, az önrendelkezésére áll, műholdas távközlési kapcsolaton keresztül. A szakirodalmi adatbázisok, a Commonwealth Agricultural Bureau és az Agris használata nem csak a kutató-fejlesztő munkája megindításakor, de a munka folyamán is nélkülözhetetlen. Minden új témát az első 3 hónapban ingyen futtatunk. Az adatbázisokban talált információkat az Agroinform fordítói szolgálata rövid határidő alatt magyar nyelvre fordítja. Évente 25 nyelven mintegy 100 000 oldalfordítást végez. Az Agroinformban működő kutatási-fejlesztési szolgálat segíti az élelmiszergazdaságban folyó kutató-fejlesztő tevékenységet a döntés előkészítésben és a nemzetközi tájékozódásban. Közreműködik a fejlesztést szolgáló tudományos eredmények megismertetésében és gyakorlati elterjesztésében. A kutatási-fejlesztési szolgálat szervezeti egységei. A kutatásszervezési szolgálat, az információs szolgálat és az agrárpropaganda szolgálat. A kutatásszervezési szolgálat döntés előkészítő tevékenységeivel elősegíti a hazai agrárkutatás fejlesztés irányítását. Az információs szolgálat a hazai és külföldi információk feldolgozásával és eljuttatásával nyújt segítséget a különböző területen dolgozó szakembereknek.
Az Agropropaganda Szolgálat részeként működő fejlesztési és tanácsadási osztály szervezi a hazai kutatási információk eredmények bemutatását, bevezetését és az adaptálható nemzetközi tapasztalatok megismertetését. Működteti az Agrárágazat újítási adatbankját. Szervezi az Agroinform IBUS mezőgazdasági utazási iroda munkáját. A film és videó stúdió évente mintegy 30 oktató, áru-propaganda, üzemi bemutató filmet készít. Az Agroinform és az Okotért vállalat együttműködésével létrejött Agrovideó szolgálat évente 50-60 oktató és számos referencia videóműsort készít. Az Agropropaganda Szolgálat harmadik szervezeti egységeként működő rendezvényosztály szervezi és kivitelezi az országos és tájjellegű kiállításokat. Vállalja vállalatok, intézmények új fejlesztési eredményeinek, termékeinek bemutatását, konferenciák, tapasztalatcserék szervezését. A kutatási és fejlesztési szolgálat az információk gyors terjesztése érdekében kísérletet folytat a Videotex rendszerek, a képújság és a teledata mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. Az Agroinform sokszorosító üzeme biztosítja a hagyományos információhordozók, kiadványok, röplapok gyors és jó minőségű elkészítését. A kutatásfejlesztési ötletek megszületésétől a létrejött eredmények bevezetéséig, a korszerű, gyors és szelektív információ áramoltatás megszervezésével és egyéb szolgáltatásainkkal reméljük, hogy elősegítjük az élelmiszerágazat szervezeteinek gazdaságos működését.